A Győri Pruhászka iskola kisgimnazistái nagy vállalást tettek a közelmúltban. Mi október óta imádkozzuk, és hát úgy jött, hogy a Dávid atya a misén mondta, hogy lehet jelentkezni a Rózsafüzér társulatba, és akkor nagyon megörültem, és akkor hát jelentkeztem. Minden havonta egyszer el tudunk rámenni, és így összegyűl az osztály. Hát nagyon sokan jelentkeztünk, és elmondom, hogy nagyon örülök, hogy ennyien benne vagyunk, és én is részt vettem benne, mert az elején nem akartam benne részt venni, de végül a barátnőm rávett, és azóta járok minden egyes hónapban. A havi közös rózsafüzér imádkozást ezúttal a Győri Székesegyházban tartották. Az egyházmegye főtemplomában minden hónapban a vérelkönnyezés napját ezentúl különleges módon ünnepli meg a hívek közössége. Fél hattól rózsafüzért imádkoznak a kegyoltárnál, amelyet Szent Mise követ. A legszentebb áldozatot januárban Pápai Lajos emeritus püspök mutatta be, aki Paul Claudel versét idézte Szent beszéde elején. Nem azért jöttem, hogy kérjek. Nincs amiért könyörögjek, vagy amit felajánljak neked, csak azért jöttem, Szűzanya, hogy nézzelek. Nekünk ugyan lenne sok kérésünk is, de most mi sem azért jöttünk, hanem azért, hogy nézzük a Szűzanyát. Mit tanít nekünk, mit üzen nekünk puszta létével. Tudjuk, hogy itt a Székesegyházban 1697. március 17-én véres könnyeket hullatunk. A gyolcskendőt, amivel felfogták a könnyeit, ma is itt őrizzük a bazilikában. A vérelkönnyezés egy csodálatos jel volt, hármas jelenlétet hordoz, hangsúlyozta a főpap. A Szűzanya részvétel a nép szenvedésében, azt megóvva és mentesítve egy fenyegető veszélytől, és oltalmazza az ellenség támadásaitól. Ma egy szellemi harc, egy kulturális harc folyik a kereszténység ellen. A szentéletű pruhászok Ottokár püspök már 100 évvel ezelőtt így fogalmazta meg ezt, lehet-e a keresztény világnézetet beleállítani a mai kultúrvilágba? Ez az én problémám. És ez a mi feladatunk is. De ugyancsak ő figyelmeztetett, a kisebb rendűségű érzéssel megvert apostol nem apostol többé. Ma is világos, hogy a jövőnket a kultúra dönti el. Istennel vagy Isten ellen, ez a kérdés. És az ember felszabadításának, istenivé válásának egyetlen járható útja van, és ez nem más, mint a testélet ige Jézus Krisztus. A szentmisét követően gyertyás körmenetet tartottak a Székesegyház körül. Majd visszatérve a kegyoltár előtt kérték a Szűzanya közbenjárását. Többen is meghallották a hívószót, így a győrkörnyéki településekről is szép számmal érkeztek az egyházmegye szívébe. Rendszeresen jövünk, hogyan tudunk, szentségimádásra, dicsőítésre. Úgyhogy itt akkor elhangzanak a jövőbeni programok és ajánlók, úgyhogy próbálunk neki eleget tenni, hiszen ez nem okozhat problémát, úgy gondolom, hogyha bármilyen naponta bejövünk Győrbe, akkor egy ilyen eseményért miért ne jönnénk. Úgyhogy boldogan jövünk, és nagyon-nagyon szép és felemelő. Február 17-ére is hívják a hívőket a Győri Nagyboldogasszony Székesegyházba, hogy közösen imádkozzák a rózsafüzért és vegyenek részt a Szent Misén és a gyertyás körmeneten.